Sziasztok, Dömény István vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Mai témánk tisztán látással, képességek forrása. Ebben a világban rendkívül fontos, hogy jó képességeid legyenek. Hogyha megnézed a körülötted lévő embereket, vannak sikeresek és kevésbé sikeresek, bőségben élők és szegénységben élők, értelmesek és kevésbé értelmesek, szeretetteljesek és kevésbé. És hogyha összességében azt kéne mondani, mi a különbség a jól élő emberek és a kevésbé jól élő emberek között, akkor azt tudnám mondani, hogy a képességei hiányoznak azoknak, akik nem tudnak sikeresek lenni, nem tudják megteremteni azokat a feltételeket maguk körül, amire igazán vágynak. Ezért úgy döntöttem 3 évvel ezelőtt, hogy elkezdek csinálni egy képzéssorozatot, kifejezetten arra, hogy az emberek tudják hatékonyan, gyorsan növelni a képességeiket. Erről szól a fénykultúrája képzés, illetve a képességfejlesztés a bolygókon 1, 2, 3, 4, 5-ös része, ahol minden egyes fokozaton 10 képességet tudsz magadba fejleszteni. Ezeket a képzéseket már több száz tanítványom végezte el, tehát jól látszik, hogy mennyire hatékonyak ezek a gyakorlatok. Már az első alkalommal, amikor elvégeznek egy-egy gyakorlatot, már utána közvetlenül érzik a változást, és érzik azt, hogy az adott képesség sokkal nagyobb mértékben van jelen az életükben, és ezáltal egy sokkal jobb életet tudnak élni. Mi itt vagyunk Jászalsó Szentgyörgyön, itt van a Spirituális Tanok Központunk, és rendezünk 2 hetente szeretett esteket, ahol meg tudsz ismerkedni velünk, velem is meg tudsz ismerkedni, illetve a tanítványok egy részével, azokkal, akik épp azon a pénteken itt vannak. Hogyha itt is alszol nálunk, akkor másnap, például most hétvégén el tudod végezni itt személyesen ezt a fénykultúrája képzést, vagy online is megteheted. Tehát minden képzésem online is elérhető, és hogyha szeretnél fejlődni, hogyha szeretnél több lenni, hogyha szeretnéd növelni a képességeidet, akkor ez a képzés sorozat, ez nagyon nagyot tud lendíteni rajtad, mert ahhoz, hogy jobb életet éljél, neked kell jobbá válnod, és az összes képzésem igazából arról szól, hogy segítsem a te fejlődésedet. Az én képességeim főleg arra használom, hogy jobbá tegyem a tanítványaimat, hogy olyan gyakorlatokat dolgozzak ki tisztán látással, amik egyre értékesebbé teszik a tanítványokat. Nagyon sok lehetőség van már a kezembe, hogy segítsek neked. Ha fölmész a weboldalamra, az éptestbeneplélek.hu-ra, akkor ott nagyon sok lehetőséget találsz, illetve ha feliratkozol a hírlevelemre itt a videó alatt, csak kétszer kell rákattintani, akkor elküldöm az aktuális lehetőségeket. 4-5 havonta ismétlődnek a képzéseim, tehát 4-5 havonta tudod újra és újra elvégezni őket, illetve hát van 2 éves, 6 hónapos képzésem, ahol egymást követik a fokozatok, de ott is javaslom, hogy gyere vissza ismétlőnek, mert nagyon szerteágazó az a tudás, aminek itt a birtokába tudsz kerülni. Szóval most pénteken szeretetes, május 20-án, illetve 2 hetente, tehát a következő június 3-án lesz. Nagyon jó körülmények között tudlak itt fogadni, egy csodálatos paradicsomba, hatalmas fákkal, csodálatos grillezőhelyünk van, szalonnasütőhelyünk, ahol együtt tudunk lenni. Egy fantasztikus wellness központ van a házban, ahol wellnesselni tudunk a gyakorlatok után. Ezen a szeretet esten közösen gyakorlunk, vannak gyógyító padjaink, amivel leülve növelni tudod az egészségedet. Szoktam dobolni ezen az esten, most is így lesz most pénteken, ami egy utazás, egy révülés, ahol megint csak új megtapasztalásokat tudsz gyűjteni. Ez egy nagyon szeretetteljes csapat, jó itt együtt lenni velünk, jó nagyokat nevetni, beszélgetni, gyakorolni, új barátokat szerezni ezeken az esteken. Most már lehetőség van bárkinek ide eljönni, csak írnod kell nekem, hogy jelentkezel istvan.domeny@gmail.com, vagy telefonon hívni. A honlapomon megtalálod az elérhetőségemet. Most szombaton, május 21-én lesz ez a bizonyos fénykultúrája képzés, ahol tanulunk például tudatáthelyezéses gyakorlatokat, ami a leghatékonyabb módja az ismeretanyagok gyűjtésének. Nem lehet úgy egy másik ember nézőpontját megismerni, ha csak kívülről szemléled. Ha bele tudsz helyezkedni az illetőbe, és az ő
szemén fülén át, az ő érzékszemén át tudsz megtapasztalni, az az igazi megtapasztalás, és ebbe segítelek téged most szombaton. Fantasztikus élményeik vannak tanítványoknak. Illetve tanulunk tisztító gyakorlatokat, naptüzével, tengerek vizével, egek levegőjével és a földbolygóval való, tehát a négy elemmel, tűz, víz, föld, levegővel való tisztulós gyakorlatok, hiszen minél tisztább vagy, annál békésebb, szeretetteljesebb az életed, úgyhogy javaslom, hogy gyere. Tanítalak téged életerő sugárzására, ami megint csak egy fantasztikus dolog, és megismerkedhetsz Umátival, akinek a fényében ragyoghatsz, aki teremtette ezt a bolygót, az egész naprendszert, és közte az embert is, és az ő fényét élvezheted a hétköznapi életedben egy héten át, amivel megtapasztaltod azt, hogy milyen életet élhetnél, hogyha rendbe tennéd magad és kipucolnád magad, és ezzel is szeretnélek ösztönözni, hogy tegyél magadért, hogy megmutatom, hogy hogy tudsz ragyogni egy héten át. Tanulunk ezen a képzésen még vízminőség áthozását a fénybirodalomból, amely vízet egész életeden át fogyaszthatod, és nagyon sokat segít a testi-lelki problémáid rendbetételébe. Igazából kevés lesz belőle, hogyha ezt a vizet rendszeresen iszod, és megoszthatod akár barátaiddal, ismerőseiddel is, illetve egy betegség elengedő technikát is tanulunk ezen a fénykultúrája képzésen most szombaton, május 21-én, ahova várlak szeretettel, ennek a bizonyos 6 fokozatú képzésnek ez az első állomása, de igazából minden fokozat önmagában megáll, tehát nem épülnek egymásra, mindegyik külön elvégezhető. Ebben a videóban mindegyikről szeretnék pár mondatot mondani, és majd ezt követően szeretnék felolvasni a gyakorlatokból is, hogy lássad, hogy bizony nem áll ez olyan messze tőled, és képes vagy ezt elvégezni, megtapasztalni, és ezáltal fejlődni. Oké, következő lehetőség május 28-án lesz, ez a képességfejlesztés a bolygókon 5. része. Ezen a képzésen, amely egyébként vadonatúj, most fogom először megtartani, ezen erőkkel fogunk foglalkozni, erők feletti uralmadat tudod növelni, ilyen, mint az életerő, tűzelem, vízelem, levegőelem, földelem, akasaelv, elektromos fluid, magnetikus fluid, elektromagnetikus fluid és mágikus egyensúly. Ezek az erők minden nap részt vesznek az életedbe, csak éppen nem tudsz róla. Spirituális erőktan a képzésen ezt tanuljuk, az erőket invokálni, programozni, tudatos életet élve a saját sorsodat irányítani. Ezen a képzésen pedig kifejezetten ezek fölött az erők felett növeled az uralmadat, akkor is, hogyha elindultál már ezen az erőktanak képzésen, és akkor is, hogyha még nem, mind a két esetben nagyon sokat tudsz lendíteni abba, hogy urald az életed, és ne ezek az erők uraljanak téged, hanem te urald őket. Úgyhogy ez lesz május 28-án, amire várlak szeretettel, bárki elvégezheti a képzést. Aztán a következő bolygós képzés az június 19-én lesz, ez a képességfejlesztés a bolygókon 1. Itt a következő képességek birtokába tudsz kerülni, illetve ezeket tudod növelni magadban: akarat, értelem, érzelem, tudatosság, szeretet, szellemi egyensúly, asztrális tisztaság, fizikai egészség, bölcsesség és elfogadás, alázat. Ezek megint csak olyan nagyon fontos képességek, amit hogyha növelsz magadba, akkor egy sokkal jobb életet tudsz élni, és most, hogy lehoztam ezeket a szuper gyakorlatokat, amik még egyszer mondom, már nagyon sokan elvégeztek, és nagyon sikeresek benne, ezeket te is elvégezteted, és ezáltal egy jobb életet élhetsz. Következő július 2-án bolygós 2-es képzés, következő bolygók lesznek: gondolaturalás, szorgalom, kitartás, megbocsátás, hit, ősbizalom, tisztán látás, hallás, érzés, kreativitás, rugalmasság, fiatalság, szépség, anyagi bőség. Gondolom, látod, hogy ezek is mennyire fontos képességek, hogy az életedbe jobb legyél, még inkább urald az életed, és még inkább sikeresebb, boldogabb, békésebb legyél. Következő július 16-án képességfejlesztés a bolygókon 4.
Itt pedig a négy isteni tulajdonságot tudod elsajátítani, növelni magadba, úgy, mint minden hatóság, minden tudás, minden szeretet, minden valóság, hiszen a felemelkedésed az isteni magasságokba tudod tenni, és ez a négy képesség nagyon sokat segít abba, hogy elengedd a személyiségedet, és mint egyéniség, mint isteni minőség élj itt az anyagba, és te formáld a saját életedet. Következő bolygós képzés, harmadik rész, július 17-én lesz. A 14 isteni tulajdonság képességét tudod magadba növelni, megint csak a személyiségedet tudod egy nagyon magas szintre fölemelni, az isteni tudatosság szintjére. Mondom, mik ezek? Szent tökéletesség, szent akarat, szent szabadság, szent törvény, szent remény, szent eredet, szent mindentudás, szent átlátszóság, szent hit, szent bölcsesség, szent terv, szent munka, szent igazság, szent szeretet. A 9 személyiség típust, amit általában használnak az emberek, 14 isteni tulajdonsággá lehet alakítani, ezeket olvastam épp fel. Ezen a képzésen nagyon sokat tudsz tenni azért, hogy jobbá válj, és átalakítsd a személyiséged egy olyan tiszta dologgá, amit nagyon szépen át tudsz ragyogni te, mint szellemi minőség, közvetlenül az anyagba, anélkül, hogy a személyiséget torzítaná, eltorzítaná a te szellemi akaratodat, ragyogásodat, szándékodat. Oké. Ezen felül még vannak képzéseim, amit javaslok megnézni a hírlevelembe, illetve a weboldalamon. Én szeretnék felolvasni néhány részletet ezekből a képzésekből. Az első a most szombati fénykultúrája képzésből. 2 bevezető gyakorlatunk lesz, 4 elem harmonizálás és egységtudat fejlesztése, majd ezt követően indul a leszületés. Te is így születtél-e ebben a világba? A fénykultúrája képzés az az első életünk ebben a világban, te is itt jártál, és te is ezt az utat jártad. Most kérlek, csukd be a szemed, és picit hallgasd, amit mondok. Kezem lábam nincs keresztben, figyelem a légzésen. Kint lebegek a világűrben, harmóniában, békében és teljes kitágulásban vagyok. Érzem az egységet mindennel és mindenkivel. Umáti szeretete hív a földi világba. Eldöntöm, hogy megkívánom ismerni ezt a világot, hogy tovább fejlődjek. Jelzem szándékom Umátinak, és elindulok a föld felé. Ahogy közeledek, elkezdi sűríteni az asztráltestem. Érzem, ahogy elnehezedek, sűrűsödök bele a fizikai formámba. Ez egy kellemetlen érzés, de közben egyre fokozódik Umáti szeretetének érzése is, ami kárpótol a nehéz érzésért. Egyszer csak érzem, hogy elkezdek lélegezni, majd elkezd lüktetni a szívem. Egész testem beledobban a szívverésbe. Elkezdem érezni a bőröm, ahogy feszülés bizsereg, tele van ingerrel. Elkezdem érzékelni a hőmérsékletet, a levegő illatát, a szám ízét. Meghallom az első hangokat, a természet hangját, madarak csicsergését, a szél zúgását. Umáti kér a gondolatai által, hogy nyissam ki a szemem. 5-10 ember alakját látom, akik nagyon kedvesen mosolyogva néznek rám. Egy kövön fekszem, odalépnek hozzám, és felemelnek. Nagyon jó érzés az érintésük, a meleg kezük. Nagyon nagy szeretetet érzek, amit mindannyian áramoltatnak felém. Tökéletes elfogadás, egységet élek meg. És így tovább. Hogyha eljössz a képzésre, akkor az egész gyakorlatot fel fogom neked olvasni. Ennél kicsit lassabban azért, mint most tettem, hogy jobban át tudjad élni. Illetve részletes tananyagot adok, tehát itt, amit tartok a kezembe, ez neked is meg lesz, és otthon gyakorolva, gyakorlatról gyakorlatra egyre magasabb minőséget fogsz tudni majd megélni. Most nézzük a következőt. Képességfejlesztés a bolygókon 1. Az első bolygó, amit venni fogunk, az akarat bolygó, tehát az akarat képességét tudod magadba növelni. Hányszor volt már veled, hogy szerettél volna valamit megvalósítani, de nem volt hozzá elég akaratod.
Nos, ha ez így van, akkor ezen a helyszínen ezt nagyon jól tudod majd növelni. Az akarat bolygó egy tűzbolygó, nagy sugárzó és feszítő ereje van. Sárgás-vörös lángokból áll, melyek hömpölyögve fonódnak össze. Messziről érezni hatalmas feszítő és taszító erejét. A benne élő lények leginkább egy sárkányhoz hasonlítanak. Testük hosszúkás, pikkelyes, szárnyakkal rendelkeznek, de nem használják repülésre, mert nélküle is úsznak a térben. A bolygóban élnek, és nem a bolygón. Ebben a forró tűzben egymásba fonódva keringenek, állandó mozgásban. Testük egymáshoz simul mozgás közben. Van szemük, de nem látnak, inkább érzékelnek teljes lényükkel. Nem csak egymást érzékelik, hanem az egész univerzumot, és erejüket, akaratukat sugározzák az univerzumba. Ezt az akaratot használja az egész univerzum összes lénye. És így tovább, ez volt a bevezetés, ezt követően fogjuk majd belehelyezni a tudatunkat ebbe a lénybe, megtapasztalni, és utána pedig növelni a saját magunkba lévő akaratot. Következő, amit szeretnék felolvasni, képességfejlesztés a bolygókon 2, gondolaturalás jelenlét bolygó. Mennyire fontos, hogy ne cikázzanak a gondolataid, hanem oda tudjál figyelni arra, amire éppen szeretnéd, hiszen ebben van a te teremtő erőd lényege, hogy rákoncentrálsz valamire, és rajta tartod a figyelmedet, és ezáltal teremted a saját valóságodat. A gondolatok feletti uralmat segíti ez a helyszín. Ez a bolygó nagyon hasonlít a Földhöz. Zöld, dzsungeles minden, és hegyes fülű szőrös lények lakják, akik nagyon hasonlítanak a földi mosómedvéhez. Bár végtelenül sok gondolat veszi őket körül, mégis elméjük tökéletesen üres. Figyelmüket mindig a jelen pillanat eseményén tartják, egyek az aktuális cselekedettel. Tökéletesen megélik, megtapasztalják azt, ami épp történik, és nem kommentálják vagy ítélik meg gondolatokkal. Nem várják a következő pillanatot, hanem csak a jelen pillanatnak élnek. Fel sem merül elméjükben a gondolat, bár tudatosak rá, hogy sok gondolat van körülöttük. Az élet egy gondolatmentes jelenlét, melynek sem az elejét, sem a végét nem szemlélik, mindig csak az az egy pillanat létezik számukra. Minden pillanatot egy végtelen gyönyörűségnek élnek meg, mely táplálja és fejleszti őket. És itt is folytatódik a gyakorlat, áthelyezzük a tudatunkat a lénybe, majd növeljük a gondolatok feletti uralmunkat, vagyis a jelenlétünket. Nagyon sokat tudsz tenni magadért, hogyha eljössz valamelyik képzésemre, és végzed ezeket a gyakorlatokat. Azt javaslom, hogy nézd meg az éptestben éplélek.hu-t, és válassz egy képzést, egy gyakorlatsorozatot, amellyel értékesebb tudsz lenni. Itt a hátam mögött ez a spirituális önfejlesztés tan a képzés, ez egy 6 hónapos képzés, ami június 12-én fog elindulni. Ahova várlak szeretettel, részleteket a honlapomon fogsz találni. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, hogy lájkoljad, iratkozz fel a csatornámra, írjál valami megjegyzést, és oszd meg ismerőseiddel. Várlak szeretettel mielőbb. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Szia!